Az elmúlt időszakban érezhetően megnőtt a Szabadkára érkező migránsok száma. A város központjában is egyre több illegális bevándorlóval lehet találkozni. A legtöbben az egyik nagy bevásárlóközpont környékén tanyáznak, itt vizet és élelmiszert csomagolnak maguknak, mielőtt megpróbálkoznak átjutni a határon. A taxisok itt veszik fel őket és viszik a határhoz. A migránsoknak van pénzük erre, mert mint mondják, otthonról küldik a rávalót. Az illegális bevándorlók az embercsempészeknek is fizetnek, ezt mondták a Pannon RTV stábjának. I'm not sure, but because it's from family, they pay and they just tell us you go there and it's like that. We have no idea how much they pay and what. So family are paying for the... Yeah, they are paying for that, yeah. A Szabadka melletti erdőkben még mindig rengeteg a migráns, a legtöbben a befogadó központok helyett itt húzzák meg magukat. Stábunk ott járt, akkor épp ebédet főztek. We came by feet from Bulgaria and when we entered to the Serbia, we came to the in taxi. How much money did you pay for the taxi? Too much money because twice rent they will take from us. For example, if we go from there to the city near here, we have to pay 50 euro. A rendőrök rendszeresen elszállítják a migránsokat a déli befogadó központokba, de szinte postafordultával jönnek vissza az észak-vajdasági településekre, hogy megpróbálják átlépni az Európai Unió határát. Belgrádi tudósítónk is ezt tapasztalta, amikor Szabadkára utazott. Nap mint nap rengeteg migráns érkezik autóbuszokkal is Szabadkára. Belgrádból jóformán nem indulnak el olyan járatok, amelyeken nem utazna legalább 10 migráns ide a szabadkai buszpályaudvarra. A buszpályaudvarról taxival vagy gyalog indulnak a határzárhoz, ahol folyamatosan próbálkoznak az illegális határátlépéssel. Erről tanúskodik a közösségi oldalakon terjedő őszi videó, amelyen az látszik, hogy a migránsok szinte félelem nélkül másznak át a kerítésen.